Több mint 22 oldalú megállapodást írt alá Emmanuel Macron francia elnök brazil kollégájával, Luiz Inácio Lula da Silvával Brazíliában. A francia-brazil együttműködés főként a tudomány, a technológia és az innováció területén, de az illegális aranybányászat elleni küzdelemről is szól. A brazil kormány szerint a megállapodások célja a tudományos együttműködés erősítése a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Franciaország, Francia Guyana révén az egyetlen európai ország, amely Brazíliával határos. Macron 1 milliárd eurós beruházás jelentett be az Amazonas térségében, beleértve Francia Guyana esőerdőit is. Kérdése, hogy Macron ellenzi-e a vitatott Mercosur-EU megállapodást, amely a kétoldalú kereskedelem és beruházások növeléséről szól, Lula úgy felelt, a francia elnök álláspontja demokratikus és normális. Rajta és az EU-n múlik, hogy hogyan sikerül azt tartalommal megtölteni.